Megafonos influencerek egy színpadon a helyi fideszes országgyűlési képviselővel. Ez papíron nem a most folyó kampánynak az egyik rendezvénye, hanem egy elvileg civil szervezeté, akik erre a rendezvényre nagyon sok állami pénzt is kaptak. A Polgári 60ért Egyesület csak idén 10 millió forintot kapott arra, hogy megszervezze a Polgári Szalon nevű rendezvénysorozatot. Ezeken a rendezvényeken minden esetben a térség fideszes országgyűlési képviselője Szabó Zsolt a műsorvezető, aki általában szintén kormánypárti szereplőket szokott meginterjúvolni, megfordult például a Polgári Szalonban Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, illetve Tóth Gabi énekesnő is. Az Egyesület egyik rendezvényére mi is elmentünk, a szervezők viszont nem szerették volna, hogyha tudósítunk az egyébként nyilvános és közpénzből rendezett rendezvényről. Sehol leírva, hogy ez egyébként nem egy sajtó nyilvános rendezvény, ez a rendezvényt bárki beírják, nincs az nem volt leírva, nem volt sajtóművelzés, nem gondoltuk, hogy ez nem lehet. Magyarországon mindenki hallott már a CÖF-ről, ami a legnagyobb olyan civilként bejegyzett szervezet, ami valójában a kormánypártok kampányait támogatja, és erre állami pénzeket kap. Azt kevesebben tudják, hogy ennél jóval több hasonló szervezet létezik, igaz, ezek sokkal kisebbek, helyi szinten azonban nagyon erősen hozzájárulnak a kormánypártok választási sikereihez. Ezek a szervezetek általában a Városi Civil Alap nevű pénzalapból kapnak támogatást. A Városi Civil Alapot eredetileg a Norvég Alap pótlására hozták létre. A Norvég Alapot kezelő civil szervezettel még 2014-ben vezett össze a kormány, akkor az volt a problémájuk, hogy szerintük a Norvég Alapot túlságosan politikailag elfogult módon osztották szét természetesen az ellenzék irányába. A vita vége az lett, hogy Magyarország teljesen elvesztette a jogosultságát erre az uniós hátterű pénzalapra. Ennek az eredménye lett a Városi Civil Alap létrehozása, ami a Norvég Alappal egy megegyező összegű pénzalapot kezel. A alap szétosztásáért a Bethlen Gábor alapkezelő felelős. Az elmúlt években az alapkezelő több százmillió forintnyi közpénzt juttatott különféle civil szervezeteknek, jelentős részben olyanoknak, amelyek erősen kötődnek a kormánypártokhoz. A támogatott szervezetek listáján megtaláljuk például Németh Szilárd több egyesületét, illetve számos olyan névleg civil szervezetet, amit egyébként helyi önkormányzati vezetők, alapszervezeti elnökök, polgármesterek, alpolgármesterek vezetnek. Tehát igazából itt az történhetett, hogy körbenézett a hatalom, hogy milyen hálózattal rendelkeznek helyben. Nyilván nem a Városi Civil Alap kedvéért alakultak meg ezek a helyi alapítványok, egyesületek, és rájöttek, hogy ezen a módon pénzt lehet dobni a járási, települési szintű hátországnak a megerősítéséhez, meg is tették. Az ilyen szervezetek életében egy 8-10 millió forintos plafonösszeggel működő támogatási lehetőség tulajdonképpen olyan fontos, mint a vízben fuldoklónak a kötél vagy a mentőv. Tehát ez egyébként még az olyan nagy és ismert civil szervezetnek is, mint a Transparency International Magyarország, egy borzasztóan fontos forrás lenne. A NER szempontjából teljesen logikus, hogy felépít egy olyan állami pénzforrást, ami ránézésre helyben az országos érdeklődésnek a szintjét el nem érő radar alatti összegeket és tevékenységeket és személyeket támogat, amelyek a politikai hátország, a hinterland megerősítéséhez nagyon is szükségesek. Miközben ezt egyébként civil pénzosztásnak álcázza, és nagyon nagy valószínűséggel jut ebből olyanoknak is pénz, akik egyáltalán nem kötődnek a hatalomhoz, vagy ha kötődnek is, egyáltalán nem fejtenek ki a hatalom számára aktuálisan fontos tevékenységet, mert hát hozzátartozik a kép színesítéséhez, hogy nem lehet mindent a saját oldalra juttatni. Van ugyanolyan előírás, hogy érvényben, hogy politikai kötődésű, párttal együttműködő, párttal közvetlenül együtt mozgó, együtt tevékenykedő alapítvány, illetve egyesület nem részesülhet belföldi állami támogatásból, de ezt a szabályt ki is vonták a forgalomból. Valószínűleg ők maguk sem tudták, hogy alkottak 10 évvel korábban egy ilyen szabályt, ezért úgy oldották meg a Városi Civil Alapnak a pénzosztását, hogy a Bethlen Gábor alap kezeli a
pályázatokat, az igényeket, ide futnak be a támogatási kérelmek, a Bethlen Gábor alapnál fogalmazzák meg, vagy legalábbis ott írják ki a támogatási lehetőségeket, de konkrétan maga a pénzosztás az nem a Bethlen Gábor alap által, hanem a miniszterelnökség vagy a területfejlesztési minisztérium során a központi költségvetésben történik, és ezáltal ez államháztartási és nem civil szervezet által nyújtott támogatásnak tekinthető. A támogatottak listáján olyan szervezeteket is találunk, amik hivatalosan ugyan civil szervezetek, de választásokon is indítanak jelölteket, jellemzően egyébként olyan jelölteket, akiket a Fidesz is támogat. Ilyen például az Összefogás Újpestért Egyesület, vagy a Tabasi DAFI nevű szervezet, ami valójában szervezetileg megegyezik a helyi Fidesz alapszervezettel. Máshol a VCS szervezetek kevésbé nyílt módon támogatják a fideszes jelöltek kampányait. Ezen a rendezvényen Király Nórát láthatjuk, aki egy civil szervezet vezetőjeként konferált fel egy közösségi eseményt. Más, szintén hozzáköthető civil szervezetek pedig ajándékokat és utalványokat is osztogattak újpesti lakosoknak. Bár itt Király Nórát civil vezetőként mutatják be, őt sokkal többen ismerik úgy, mint a Fidesz-KDNP újbudai polgármester jelöltjét. Király Nórához köthető szervezeteket korábban a Városi Civil Alap egyébként több 10 millió forinttal támogatott. Felmerül a kérdés, hogy mindez nem minősül-e tiltott kampánytámogatásnak. Ha megnézzük a Bethlen Gábor alapról szóló törvényt, akkor azt látjuk, hogy ez tiltja, hogy olyan szervezeteknek közpénzt juttassanak, amelyek közvetlen politikai tevékenységet folytatnak, például a választásokon jelölteket indítanak. Csak hogy a Városi Civil Alap hivatalosan nem része a Bethlen Gábor alapnak, annak ellenére, hogy ezt elvileg a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT kezeli. A trükk lényege az, hogy a költségvetésben ez egy elkülönült állami pénzalapként jelenik meg, emiatt nem vonatkozik rá a Bethlen alapról szóló törvény, vagyis nyugodtan oszogatható politikai tevékenységet folytató úgymond civil szervezeteknek is. Érdekesség még, hogy magát a Bethlen Gábor alapot, aminek a kezelésére hivatalosan a Bethlen Gábor alapkezelőt létrehozták, a gyakorlatban nagy részt egy ettől független kormányzati bizottság kezeli, amiben például semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes találjuk. A Bethlen Gábor alapról szóló pályázatok nagy részét pedig valójában a miniszterelnökség egy bizottsága bírálja el. A törvények, amelyek a kampánytevékenységet és a kampányoknak a pénzügyi hátterét lennének hivatva szabályozni, szándékosan pocsékak. Úgy tervezte meg és úgy hozta létre őket a hatalom, hogy azok mindent megengednek, illetve semmit nem tiltanak. Azzal nem lenne gond, hogy politikai szervezetek közpénzből kampányolnak. Az lenne az ideális, hogyha úgy működne Magyarországon mind a három nagy választása. Az lenne az ideális, ha Magyarországon mind a három nagy választási rendszerben, a nemzeti parlamenti választásban, európai parlamenti választásban és az önkormányzati települési választásokban is érvényesülne olyan megoldás, ami nagy összegű közpénzből származó, átláthatóan juttatott forrásokat rendel hozzá a jelölő szervezetekhez, ezek lehetnek politikai pártok, illetve ugye helyi választások esetén egyesületek, és keményen, szigorúan ellenőrizni annak a felhasználását. Ez nem teljesül. De tudni kell, hogy a 2010-et követő első 5-8 évben, tehát a NER berendezkedési szakaszában valójában ez a feladat, hogy a hinterlandot pénzzel ellássák, részben állami pénzből gazdálkodó vállalatokra volt szignálva. Ennél még mindig jobb az, hogyha a költségvetésből átlátható módon kerül a forrás a politikai tevékenységet is kifejtő civil szervezetekhez. Ezt a mocsarat azonban nem lehet részleteiben kitakarítani és felszámolni. Az egész politika finanszírozást és a teljes civil finanszírozást kellene új alapokra helyezni. Ezek olyan ideális állapotot feltételező elképzelések vagy követelések, amelyek Magyarországon 2010 előtt sem voltak lehetővé tehetőek, és jelenleg sem reálisak.